A dunaújvárosiak megszokhatták már, ha advent vasárnapja, akkor városházatéri forgatag. Csak az ünnepvárás a közös hangolódás kedvéért. Most vasárnap már a harmadik programsor várta a főtérre kilátogatókat. A körítés a szokásos volt, kevéssé jó idő és minden más szívmelengető, hangulatos, illatos, kellemes. Advent harmadik vasárnapján a forgatagba érkezőket Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester köszöntője fogadta, aki beszédében a szeretet fontosságáról beszélt, arról, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, és ez összeköt bennünket világszerte. Különleges hangulatú időszak az advent, amely a várakozásról, a készülődésről szól, és éppen ez a készülődés az, ami megadja az ünnep rangját, súlyát a karácsonyi ünnepségen. Az életünket átszövő egyéb ünnepek során, így például a születésnapok, a névnapok alkalmával, a szeretet megnyilvánulása szűkebb körű, még karácsonykor a világon jóformán mindenki ünnepel, és a szeretetét szórja szét, sokaknak adja át, így az egész földkerekséget áthatja. Gyermekként még a saját ajándékainkra vártunk izgatottan, még érettebb korba lépve már az adás öröme került a középpontba. A szeretet ünnepe összeköt minket világszerte. Így már 54 évesen tudom, hogy a szeretet az, ami az egyik legfontosabb az életben, mert szeretni kell, szeretni jó. Biztos van biológia oka is, de nem tudom, milyen hormonokat szabadít fel, de aki nem ismeri a szeretet fogalmát, az sajnálom, és kívánom néki, hogy élj át ezt a csodálatos érzést. Most nem egyszerű időszakot élünk. Háborúban szenved mellettünk az ország. Gazdaságilag nem tudjuk, mit hoz a jövő, nem tudjuk biztosan, mi lesz a munkahelyekkel, nem tudjuk, hogy minden nap lesz-e kenyér az asztalon. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mondta János első levelében a korintiusoknak. Azt kívánom, hogy ebben a fényben és szeretetteljes levegőben éljünk. Minél többet juttassunk másoknak is a szeretetből, hiszen a szeretet kicsit hasonlít az örömre. Ez az a vagyontárgyunk, amelyből minél többet adunk, annál több marad nekünk. Kívánom, hogy minél többet adhassunk egész életünkön át, és minél több maradhasson nekünk. Köszönöm szépen, áldott boldog karácsonyt kívánok! A harmadik adventi gyertya meggyújtása előtt egyházi köszöntőt mondott Baltási Nándor, római katolikus plébános, aki beszédében Dunaújvárost az egyik legösszetartóbb településnek nevezte. Annak idején még 1984-ben jártam először Dunaújvárosban, akkor helyezett ide a püspök, és akkor megnéztem ott a helyemet, hogy mi legyen az a szoba, stb. Édesapámmal jöttem, keressünk egy vendéglőt, elvezettek így keresztül a városon, oda ki a most ahol a Spár van, ott volt egy vendéglő. És a gondolata, hogy a mentünk végig a városon, és bennem, hogy a kommunista város, mik vannak itt az ablakok mögött. És tessék elhinni, eddig 12 településen laktam hosszabb, rövidebb ideig, ugye hát az embert szórja az élet, de a legösszetartóbb, a legstabilabb emberi és keresztény gondolattal Dunaújvárosban találkoztam, nem hízelgésképpen mondom, és nem azért, mert most éppen itt vagyok, de komolyan mondom, hogy ha azt nézem, hogy a templomunkat hogyan építették föl, és hogy most az üvegeket hogy állították össze, ez a közösség az, amelyik tett, érte, és mindezt lehetővé tette. És az is, hogy ezt a közösséget, akik most itt vannak ezen a téren, éppen ez a keresztény gondolat hozta össze. A készülődés karácsony ünnepünkre, kinek mennyire mélyen érinti meg a keresztény tartalma, de magának az ünnepnek a hangulata, az azt hiszem mindennyiunkat megragad. Ez egy készülődés. Ahogyan az adventi koszorún egymás után gyulladnak meg a gyertyák, és egyre fényesebb lesz, és aztán a kiteljesedés, a karácsony ünnepe, úgy a mi lelkünkben is ez a közeledés az ünnepekhez egyre fényesebb lesz, és talán reméljük, hogy egyre tisztább is lesz. A színpadi köszöntők után Mezei Zsolt alpolgármester és Baltási Nándor katolikus plébános meggyújtotta a téren lévő óriási adventi koszorú harmadik gyertyáját.
A gyertyagyújtás után sokan maradtak még a téren, nekik énekelt Barkóczi Gyula, aki nagyon kellemes hangulatú dalokkal készült az estére. Folytatása december 18-án, advent 4. vasárnapján.